A Craftex-nek a 13 méteres termékpalettájának ez már a második autóbusza. Az első az idén, évelején, januárban érkezett az INKK-hoz utasforgalmi tesztelésre. Az ennek a helyközi változata volt, ami a helyközi forgalomba teljesített szolgálatot. Ez a helyi autóbusz, ez a győri helyi járatokon közlekedik néhány héten keresztül. Fontos változás, hogy olyan hűtő-fűtő, tehát légkondicionáló berendezéssel szerelték, amit jelenleg egyik győri autóbuszban sem található meg. Továbbá, ami még fontos említésre méltó adat, hogy ez már egy Euro 6-os környezetvédelmi besorolással rendelkező autóbusz. Győrben még jelenleg ilyen motorhasznált autóbusz sem közlekedik. Ebben az autóbuszban kialakításra került 6 darab dobogó nélküli ülés, ami nehezebben mozgó utastársaink kényelmét szolgálja. Továbbá egy 4 méteres peronrész, állóhely, ami sokkal több állóutasnak biztosít helyet az autóbuszon. A győri helyi közlekedésben a BN12-es típusok körülbelül 34 ülőhelyen rendelkeznek, ez 3-mal több, 37-tel rendelkezik, illetve állóhely az körülbelül 8-10-zel több van benne, ez is mind az utasok kényelmét szolgálja, továbbá modern utastájékoztató berendezéssel is felszerelték. Ilyen felszereltségű autóbuszok még nem nagyon közlekednek itt a városba. Én látom a jövőjét annak, hogy el tudom képzelni, hogy ebből 5-10-15 akár több darab is közlekedjen például olyan járatokon, ahol szóló autóbuszok nagy zsufoltsággal közlekednek, nagy kihasználtsággal. Én azok helyére nyugodt szívvel be tudnék tenni egy ilyen autóbuszt.